Továbbra is zavaros a helyzet a ráfái határátkelőnél, ahol menekülő palesztinok és külföldiek várják, hogy a gázai övezetből átmehessenek Egyiptomba. A határt azonban lezárták, az Egyiptomból érkező segélyszállítmányok leálltak. Csak néhány ilyen zászlós tartálykocsi haladhatott át Gázából Egyiptomba, hogy üzemanyagot vegyen fel az ostromlott enklávé számára. Az ENSZ közlése szerint Gázában mintegy 1 millió ember hagyta el otthonát. Az izraeli védelmi erő közölte, hogy az elmúlt órákban több tucat célpontot támadott meg a gázai övezetben, ahol megsemmisítette a hadműveleti parancsnokságot és aknavetős bomba kilövő állásokat is. A gázai élelmiszer, víz és gyógyszerkészletek kifogyhatnak még a várható izraeli szárazföldi invázió előtt. A WHO regionális irodája szerint 24 órára elég víz, áram és üzemanyag maradt, a kórházak az összeomlás szélén állnak. Az egészségügyi minisztérium szerint a gázai övezetben már több mint 2800 palesztin halt meg, és közel 11 000 megsebesültek az izraeli bombázásokban. Izrael nem adott tájékoztatást a várható szárazföldi támadásról, amely segélyszervezetek szerint felgyorsíthatja a humanitárius válságot a gázai övezetben. Az izraeli erők a határon készülődnek a Hamász elleni offenzívára, miközben egész nap rakétariasztások hallatszottak a dél-izraeli Szderotban, valamint Tel Avivban, Jeruzsálemben és Izrael középső részén is.